Kedves nézőink, most egy kis nyelvtörő jön, legalábbis nekem nyelvtörő, de igyekszem belejönni. Szanyi Tibor és Székely Sándor, az igen szól... Na jó. Segítsünk? Nem kell, igen szolidaritás Magyarországért mozgalom. Tökéletes. Képviseletében. Jó van, na. Egyetlen, vagy csak egy problémám lenne, egy új portált indítottak. Ez most, ennek van hely a piacon? Nem a piacra szántuk, hanem onnan ezt akartam hallani. Az embereknek. Az embereknek, tehát a, mondjuk így szűkebb értelembe véve a baloldali közösségeknek. Amúgy egyébként nem piaci lap, tekintettel arra, hogy nem keresünk és nem is fogadunk el reklámokat, ami végül is abba torkolik, hogy a tönerőből gyártjuk alapot. Íme a megbízott főszerkesztő. Ezért is nagyon jó, hogy fogunk majd róla beszélgetni, igen. Hogyan működik ez a lap? Hát ez az igen. Különjön, ugye ezt az újságot ugye azért gondoltuk, mert hogy hát nincs ilyen, vagy hát mi nagyon kevéssé tudunk ilyen újságról, ami a baloldali értékeket képviseli, és hát az egy olyan pár, és hát ugye nyilván ez egy hozzánk kötődik, tehát mi ezt bátran bevállaltuk, hogy ez természetesen kötődik hozzánk. Tehát ez úgy működik, hogy egyébként szívesen fogadunk külsős cikkeket is, nyilván, hogyha átmegy a szerkesztőségen, akkor ugye megjelenhet, de mi magunk is írunk ide, illetve hát a szervezetünkből alakult egy ilyen újságírói csapat, aki szerkeszti és írja ezt az újságot. Vannak, mint az összes többinél, podcastek, publicisztikák, időjárás jelentés, bulvárrész, igyekszünk pozitív dolgokat is megjeleníteni, tehát nem megyünk bele ebbe az általános negatív hullámba, mert minket borzasztóan zavar, hogy állandóan csak rengeteg újság állna, mindig csak a negatívumokat hozza föl mindennel kapcsolatban, mi azért igyekszünk pozitívumokat is megtalálni a nyilvánvaló rendszerkritika mellett. Akkor ez az időnkénti pozitívumok közlése, ez fogja az iszomot megkülönböztetni a többi pártól? Eddig is megkülönböztetett minket, tehát a nevünkben eleve benne van a szó, hogy igen, bár nem feltétlenül a bólogatásból jött ez, hanem a mi pártunk az a legendárium szerint két mozgalomból jött előtől, a két mozgalomnak a tagjai, hanem is mindenki, de közülük kerültek ki a párt alapítói, tehát az Igen mozgalom, illetve a Magyar Szolidaritás mozgalom. És úgy láttuk, hogy ez az igen, ez egy hasznos szó, tekintettel arra, hogy egyrészt megkönnyíti a választóknak a dolgát ugye a szavazáskor, hogy mire kell igent mondani. A másik pedig az, hogy mi vállaltan azt mondtuk, hogy oké, mindent lehet tagadni, mindennel szembe lehet szállni, viszont emellett azért nem baj, hogyha az ember bizonyos dolgok mellett is állást foglal. És itt a mellett való állásfoglalások határozzák meg tulajdonképpen a mi politikánkat. Például mi kifejezetten azt mondjuk, hogy mi a szocializmus mellett vagyunk. Természetesen értjük a sok idiótát, aki konkrétan elkezd fantáziálni, meg mindenféle ilyen egész zavaros dolgokat mond. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a szocializmus az egy tiszta szó, nem összetévesztendő a proletár diktatúrával és egyéb dolgokkal. Amint egyébként, hát most miattam lehet ebbe a csatába belemenni, és akkor majd ezentúl a katolikus vallást a Szent Inkvizícióval fogjuk összevetni, vagy azonos mértékben tárgyalni. Jó, minden hasonlat sántít, ezzel együtt mi vállaltan azt mondjuk, hogy a szocializmus felé haladunk, ami egyébként így is be fog következni, ez bármilyen furcsa, de az a helyzet, hogy csak példának mondom, holnap a Föld napja van, ugye a Földnek igen. Is van egy napja, április 22. Hát azért lássuk be, hát a kapitalizmus atomjaira verte a Föld golyót. És ebből nem nagyon van más kiút, legalábbis mi nem látunk más kiútat, mint maga a szocializmus, ami azt jelenti, hogy igenis együttműködési bázison alakul ki, szolidaritás bázison alakul ki a társadalom, és mindenki a maga módján megpróbálja mérsékelni azt a kizsákmányolást, amit a egymás iránt, illetve a Föld iránt tanúsított eddig az emberiség. Most mondjam azt, hogy előrs vagyunk, tehát megelőlegeztük a jövőt. Igen, körülbelül ezt tudom mondani. Mi ezt nagyon szívesen csináljuk, és
Hát az a törekvésünk, hogy egy nagyon erős frakciónk legyen a következő Magyarországgyűlésben. Többször el szoktam mondani, hogy nagyon fontosak az, hogy az olyan dolgok, hogy mit fogalmaz meg egy párt, mit gondol a párt vezetése, de engem nagyon érdekel az is, hogy az emberek, akik itt a pártban szerepelnek, mit gondolnak. És más emberek is mit gondolnak erről a pártról, mert múltkor kérdeztem Szanyi Tibortól, hogy azokkal a régi pártból való társaival időnként találkozik-e, és hogy miről beszélgetnek egymással. De mondjuk a szolidaritás mozgalom is, amikor megalakult, akkor több helyről jöttek emberek. Mit mondanak, amikor azt mondják, meglátják, hogy hát itt van ez az ember, és most itt az iszomban tevékenykedik. Igen, hát ugye a szolidaritás mozgalom az jelenleg is létező szervezet, ugye önkormányzati tagjaink is vannak, Debrecentől Szombathelyig, tehát viszonylag kiterjedt a hálózatunk, és ezek az emberek nyilván, hiszen mi egy szakszervezeti bázison alapuló szervezet vagyunk, hiszen még én vagyok a szolidaritás mozgalomnak az elnöke, hát az elő biztos senki nem ugrik el, hogy legyen 250 ezer forint a minimálbér, vagy 50 ezer forint a családi pótlék, hogy legyen havonta 50 ezer forintos korpótlék, és hogy legyen 100 ezer forint az, amit minden magyar minimum megkap egy hónapban. Tehát a mi szervezetünkben azt hiszem, hogy túl nagy törés nem történt azáltal, hogy lett egy, van egy civil szervezet, aminek lett egy politikai képviselete is. Igen. Úgyhogy ebből egyáltalán nincsen semmifajta törés, sőt ez egy tudatosnak is mondható fejlődési pálya. Azért annak idején, amikor létrehoztuk a szolidaritás mozgalmat, már a legelején azért az alapítókban is benne volt, hogy itt egy baloldali pártot akarunk csinálni, ami végül is most az iszomban megvalósult. Az igen szolidaritás viszi tovább azokat az értékeket, amiket a Magyar Szolidaritás Mozgalom mindig is a magáinak vallott. Tehát ugye szakszervezeti mozgalom, a rendvédelmisek, az ápolókat külön mi képviseljük az érdekeiket, nyilván sokat próbálunk egyeztetni velük is, de hát ugye a tagságunk is jelentős részben innen jön, ugye ez nem nehéz. Andrea, Huszti Andrea az elnökünk is 20 évig volt kórházi szakápoló. Úgyhogy ezeket az értékeket mi behoztuk ide, úgyhogy nincsen semmilyen, nem tud lenni ellentét ebben a dologban. Csak egy gyors kérdés, hogy ma reggel itt volt a közlekedési szakszervezetnek, a közlekedési dolgozók szakszervezetnek a vezetője, Nasszai Gábor, egységes közlekedési szakszervezet, bocsánatnak a vezetője, és ő mondta azt, kérdeztem, hogy állnak a bértárgyalások, és mondta, hogy a hét elejére várták, hogy a kormány, az illetékese, Fóna János államtitkár úr bejelenti, hogy a különböző állami intézményeknél milyen típusú béremeléseket terveznek, és hát nem mondott semmit, mert nem még türelmet kért. Ilyen esetben mondjuk az iszom, vagy akár a szolidaritás mozgalomnak illene megszólalnia, gondolom, hogy várjuk mi is nagyon, vagy fogtok mondani, drága kormány. Hát mi annyira várjuk, hogy mi május 1-ére egy autós tüntetést jelentettünk be, ezt amihez ugye csatlakozott is az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, de egyébként több másik szervezet is. Mi fölháborítónak tartjuk azt, ami zajlik Magyarországon bérügyekben. Ugye itt minden hónapban kihozzák az átlagbért, ami egy hazugság, egy irgalmatlan nagy hazugság. Ugye éppen most jött ki a KSH-nak egy medián bére vonatkozó adata, ami már sokkal közelebb van az igazsághoz, de még így is az a helyzet, hogy még a mediánbér is, ami ugye már 100 000 forinttal kevesebbnek mutatja, mint az átlagbér a magyarok keresetét, de még ez is egy hazugság, mert nincsen benne 1,5 millió ember, aki ugye az 5 főnél kisebb cégeknél dolgozik, és akik jellemzően még sokkal kevesebbet keresnek. Tehát egészen elképesztő Magyarországon a bérhelyzet, és mindenkinek csak azt tudjuk mondani, hogy amit már egyébként 10 éve mondunk, hogy itt nincs mese, ezt ki kell harcolni. Tehát senki nem fogja a magyar dolgozóknak a bérét csak úgy megemelni, mert ülünk egy asztalnál. Világos. Ezt ki kell harcolni, mi ennek neki is állunk, már május 1-én, úgyhogy lehet hozzánk csatlakozni. Egyelőre a rendőrség nem engedélyezte ezt az ügyet, de mi azért nagyon reménykedünk, hogy addig még megváltozik ez az álláspontjuk. És mi lesz még május 1-én? Kérdezem én a pártelnököt. A pártelnök az Huszti Andrea, tehát az a párt alapítót, igen, felkötött a miniszterelnök jelölt őket.
Igen, azért egy picit most kibudjam belőlem a közgazdász vér, azért az előbbi kontextusban még hadd mondjak annyit, hogy lehet, hogy a hallgatók vagy a nézők nem feltétlenül tudják így korahajnalban, hogy mi az a mediánbér. A mediánbér az, amin a dolgozók egyik fele kevesebbet keres, a másik fele meg többet keres. Vulgárisan megfogalmazva, az az összeg, amit jellemzően keresnek az emberek. Ha beleszámolnák az embereket. Ha beleszámolnák ugye a gyengén keresik. Na most ez a 250 ezer forint, ez mint egységes minimálbér, ez tényleg nem tréfa, ez simán benne van egyébként a magyar gazdasági számokban. Én nem szeretem ezt a fogalmat, hogy GDP, de hát mégis használják ezt mérésre. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ma Magyarországon csecsemőtől aggasztjánig minden hónapban minden emberre 700 ezer forint új érték jut. Na most 700 ezer, ha mindenkire ennyi jut, nem a dolgozókra, mindenkire ennyi jut, hát azért illene ebből a pénzből egy kicsit jobban élni. Tehát ez az egyik része ennek a dolognak. A másik pedig az, hogy az Európai Unióban 21 olyan ország van, ahol a kormány határozza meg a minimálbért, 6 olyan ország van, jellemzően a gazdagabb országok, Svédország, Ausztria, stb., ahol a társadalmi párbeszéd olyan szinten van, hogy a szakszervezetek, illetve a társadalmi partnerek állapodnak meg, ami azt jelenti, megint csak következtetésképpen, hogy ők nem is nagyon szeretik ezt a minimálbér kategóriát, minek utána ott jóval magasabb, mint amennyi egyébként következne az egyéb országok logikájából. Tehát itt két eset van, az egyik az, hogy megerősíteni a magyar szakszervezeti és érdekképviseleti mozgalmat olyan szinten, hogy meg tudjanak állapodni a munkaadókkal, ez az egyik megoldás, a másik pedig az, hogy a kormány azt mondja, hogy ennyi kérem tisztelettel. Most ha hiszi, ha nem, Magyarországon egy kicsit rövidebb idő alatt lehet kormányra jutni, mint sem bevárni azt, hogy a szakszervezetek megerősödjenek és organikus módon ezt tudják csinálni. Tehát mi ezért törekszünk a 2022-es választásokra. Kell a Magyarországgyűlésben egy olyan hang, amelyik egyébként döntően zömmel az embereknek a megélhetésével foglalkozik. Abszolút a megélhetésével foglalkozik. Na most, ami május 1-jét illeti, mi ezt egy fontos ünnepnek tartjuk, és egy fontos munkásmozgalmi akciónapnak is tartjuk, hiszen ez az. Ez nem a perecről, meg a sörről, meg a virsliről szól. Annak ellenére, hogy Székely Sándor is mondta, momentán betiltotta a rendőrség, azért meg fogjuk találni annak a módját, hogy mégis méltó módon emlékezzen mindenki erre az ünnepre, illetve erre a napra. 2021. május 1-jét is igyekszünk egy nagyon, hogy mondjam, emlékezetes nappá tenni. Hát kíváncsi leszek, hogy sikerül. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és jó munkát kívánok. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.